Egy ilyen. Sziasztok srácok, itt is lennénk egy Full Draftos live-val. Köszönök mindenkit, 58 itt vagyunk, és így van, még mindjárt én is elrendezek egy-két dolgot. A csetet így látom, mindent látok, úgyhogy minden fasza elvileg. Mi a helyzet felétek srácok? Ugye most így újra kezdett a csatorna. Nyilván most kevesebb leszünk, mert egy-ketten így értetlenkednek, hogy miért vagyunk kevesen. Hát ugye ez a fő indok, mert ugye elég inaktív volt, hogy az érettségi miatt ezt az előző live elején már elmondtam. Úgyhogy ez most itt a helyzet, elindult a dolog. A mai adásban ugye full draftozni fogunk, ahogy a címből is láthatjátok, ha elindulna nekem. Így van. Foci meccs utáni tökéletes elfoglaltság. Na milyen meccsen volt lál Szedlák László? Írd le nyugodtan. Úgyhogy... Igen, lépjünk is be az Ultimate Team-be, és igen, az Oli, legyen meg a 191-es draft, hát nagy dolog lenne, ha meg lenne, igazából megvan rá minden esélyünk, úgyhogy vágjunk is bele, lassan, de még egy-két kérdés, hogy válaszolok. Szia Kristóf, sok szerencsét, tehát igazából ez attól függ, hogy milyen játékosokat kapunk, vagy nem tudom, Nikolicsot kaphatnánk, és akkor egy fullos magyar csapatot csinálhatnánk, na jó, nem, Csalhanoglu, ezt igen, erről lemaradt a dolog. Jó draftolás, Caplock off, igen, nem tudom, van egy moderátor, de erre figyelni kell, mondjuk ezt kinyomtam, hogy a Nightbot ezt ne figyelje, úgyhogy, igen. Na, akkor gyorsan át is tesszük a kijelzőre, amit én szeretnék. Nézzem nagyon fasz a dolgokat, hogyha úgy... hol a FIFA-m? Igen, mindjárt jön a FIFA. Aha, hello. Szóval, hogyha nagyon komolyan lenne a streamelés, meg minden, aki tényleg ezt nyomja, tehát mit tudom én tényleg ez a munkája, vagy nem tudom, annak ajánlom ezt a nem reklám, csak nagyon fasz dolog, éppen néztem az Elgátós ilyen screen váltót, tehát hogy megnyomsz egy gombot, akkor átváltja, meg bejön mindenféle hang, ezt nagyon komolyan meg lehet csinálni. Manchester United Career Mode lesz, akár csináljuk azt is, úgyhogy miért ne. Ugye itt az előző, tegnapi draftból kiléptem. Online draft. My draft. Nézzük is meg csak. Igen, tehát ez itt vesztes draft volt. Claim your prize. Igen, itt ezt meg is tudjuk nyerni. Köszönöm szépen a bíztatást. Ezeket gyorsan is nyitjuk. Nem lesz ezzel gond. Akkor miért léptem ki, pedig ott voltak. Aztán bele is vágunk egy újba. Gyerünk Kristóf, legyen meg a 190-es DAF szurkolókat, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy ebből úgy jönne valami jó, de minden esélyünk megvan rá, igazából nem. Köszönöm szépen a lúcot, ugye ez egy ingyenes támogatási rendszer. Tudom én 20 forintot kapok érte, nagyon köszönöm igazából, hogy ez is hozzájárulsz a csatorna fejlődéséhez. Gold Pack, nézzük meg mi jön itt. Hoppá, rare, ez a ritka dolog. Hát ez nem a legjobb játékos. De 1000 coin jött, meg egy minyó lett is. Nagyon jó dolog. Borbi, mi neved? Bobadilla. Nagyon jó. Mindegy, 600 coin, vagy majdnem 700. Lehet, nincs modi osztás, srácok, annyi modi van tényleg. Úgyhogy, hoppá, szil... Hát, azért ezt figyeled, tehát azért ez elég ritka, ha megnézed. Basszus, 80-as izé, ez is csomagból. Az hogy? Hát ok. Ebből itt van a Ronaldo, mi? Érted? Na jó. Mindegy, meg is van már egy-két food draft-a való coinunk. Srácok, aki nem lenne feliratkozva, iratkozzon föl, illetve osszam meg a live-ot, hogyha igazából szeretne Steam kulcsot nyerni, mert ugye lesz Steam kulcsosztás is, van 10 darab Steam kulcsom, nem fogom mindet kisorsolni, de szépen fokozatosan live-ok alatt, tehát live-onként egy olyan 3-4-et szeretnék kezdeni, így kiosztani, meg egy kisorsolni közületek. Na, akkor... Nézzük az első draftunkat. Ez egy jó felállás, ezt is szeretem. Nem, ez nem adta nagyon, kell egy szélső. Igen, vettem az accountot előző live-ban is elmondtam, tényleg nézd meg. Ez egy olyan account, amin sok coin volt, és úgy vettem. Na szóval melyik formáció legyen? Ez biztos nem, ez se, hát... Ez egy támadó, jó lesz ez nekünk, mert nem kell annyira támadó, inkább tényleg a védekezésre menjünk rá. Ez a Messi oda tökéletes szerintem. Így van, ez a Messi tökéletes, az oda nagyon jó nekünk.
Na akkor, Sherry. Miért ne? Akkor lehet egy hibrid csapat is, nem akarok semmit elrontani. Ribery, várjunk ki, milyen nemzetiségű... Nem. Jöjjön a Gaitán. Nézzük meg. Ez jó lesz így, és akkor... Vitoló. Ja. Legyen egy jó kis csapat, közben 100-an vagyunk, srácok, köszönöm szépen. Viszont ideig nem jönnek nagyon jó játékosok. Miért ne jönnének? Majd a későbbiek folyamán San Jose, te azért egy komplexebb játékos vagy, olyan szempontból gyorsabb, 50-es futásod a kevés. Azt most nem igaz, nem akar semmi jót adni. Philip Eloison az egy... Ne, bassza meg! Szemlátátok, szemlátta senki. Csak 107 ember. Na jó, ezen fog múlni a jó csapat, akkor úgy morci leszek. Loris, de nekem nem kell, nekem a Diego Alves kell. Na jó, hát azt az nem. Nem lesz jó kapusunk nagyon. Igen. Na nézzük, mit tudunk, és ott a Dani Alves. Sanyas, nem fogunk rá feliratkozni, köszönjük a lehetőséget tényleg, hogy megtisztálsz fel, hogy itt vagy. LB. Van LB-nk. Azt csesztem el. Na hát, srácok, én azt mondom, hogy igazából innentől kezdve megérte. Nem láttam a loot szünetet, de vissza fogom olvasni tényleg, bocsi. Nem láttam sajnos az üzenetedet. Gutierrez. Ó, hát igazából így megvan. Nine Golden. Basszus, iszonyat jó volt, igen, nem ott a Koke. Hát igazából a Koke kéne, mert az illik bele a csapatba. Sajnos, hát nem fog beleférni nekünk oda Nine Golden. De a Koke viszont igen. Szóval igazából Liga 1. Várjál. Hát akár ők jöhetnének mondjuk jobb szélre. Várjál. Nem kell visszaolvasnod az utcot. Jó, hát most ez csak én átlagos, mármint hogy ezt majd itt nyilván kijavítjuk. Ne már, hoppá! Jó lesz nekünk oda a szélre. Jó csatár kéne nekünk tényleg. Mangala, szuper. Jó, és még erre francia is. Jó, itt ez jó lesz. Még ideje kéne nekünk, mit tudom én, egy Suarez. Lám, Marcelo, szuper. Már a francia. Kell nekünk a Marcelo, már nem azért. Úgy né. Hát jön még ide valaki. Mascherán, Ronaldinho, szuper, és akkor meg is van a csatárunk. Így van. És akkor igazából így visszatesszük mindenkit úgy, ahogy kéne lennie. Kokét is. Így fasza lesz. Na vajon ki jön ide a végére? És nem ad be egy jó csatár, pedig arra azért számítottam. Hát talán. Kongoló, nem kell nekünk. Nézzük meg, cserélnek aztán jól a csatárba. Na nézzük, srácok, Ronaldinho, amit azt mondtam, Ronaldinho, igen, akkor bocsánat, Ronaldót akartam. Ez így maxos, ugye, ennél jobb nem is kell, spanyol. Na, 187-es, mindjárt összerakjuk jobban, hát jó lesz.
nézzük, mit tudunk csinálni. Hát a messzit be kell tenni Zsatárba amúgy. És akkor bejönne ide mondjuk a... Gájtán, nem, az úgy megint nem jó. Rendezzük el a dolgokat gyorsan. Mennyi lesz a ratingünk? Hogy jó volt az a Messi. 88, aha. Na, Kristóf, szed ki, tedd ki. Aha, ja igen, értem. Így mondod, ja. RB Marcelo. Jó. Szóval Messi jön vissza a helyére. És a Gáj ide bejössz. Ide bejön a csatárunk. Castro. Így megvan a 88. Nem láttam a lúcot, de akkor igen. Tehát, hogy aztán nem, mi nem figyelem. Bocsánat. Tehát, hogy tényleg az a baj, ilyenkor ugye két kijelző nem látom, de mindjárt nézem vissza. Tudom-e olvasni. Szóval, egy másodperc. Nem jelzi ki ezeket nekem. Ja, most ilyenkor később. Figyelem, de miért csipog? Na mindegy, megnézem itt a alapprogramba, megint csipog. Ja, Sanyesz írta, hogy iratkozzanak fel rá. Igen, köszönjük a lehetőséget, egyelőre ez van itt. Meg a másik, hogy Szeva Papi, csak így tovább, góta 50k számmal rendes megopening, el is csapast. Oké, az is lesz, igazából megpróbálok majd coin szerezni. Szedlek László írt egy ilyen smiley-t. Jó, akkor ez is le van tudva. Meg van csinálva. Halk vagy, mindjárt megoldom. Na nézzük, srácok, vissza a meccshez. Oké. Nem, az nagyon nem jó. Messi, Gaitán még bejön oda, és akkor meg lesz a 199 amúgy. Aha, így, ez így fasza, teljesen jó kis abad. Mit tudunk-e itt még rendezni, vagy tudunk-e valamit, inkább így mondom. Oké, neki nem jó védekező játékos. Úgyhogy Gaitán, jó, ez szerintem teljesen maradhat így. Úgyhogy akkor srácok, vágjunk is bele az első mérkőzésbe. Ennek a meccsnek vége van, úgyhogy érdemes itt maradni, fogok ezt Team Gulcsot sorsolni. Szóval, ja. Instára egy fotó. Na jó, nem vagyok refplay, csak én nem tudom, tényleg, én sosem néztem ilyen videót tőle. Csak annyian rektelik szegény gyereket. Tehát én nem tudom. Jó, nyilván picit útolja, vagy nem tudom, de nem akarok, én is szeretnék ebben szállni, tök független szeretnék valami minden ilyentől. De valószínűleg most az Anfield-ék is, amit föltettek videót, nagyon vitte szerintem. Na jó. 110-tel vagyunk, srácok, 199, azt mondtam, basszus, néha így elmondok a dolgot, mert máshogy figyelek, máshová, Neymar, Ronaldo, Messi csatársor, amúgy, hát, egész jó csapat, de nekünk egyen nagyobb a ratingünk, és akkor vágjunk bele, nem tudom, mennyi lesz halk a játék, vagy hangos, de jónak kell lenni elvileg, defenzívbe állunk, szépen itt megpróbáljuk védekezni. Első meccset meg kell nyerni, már akkor a cím teljesül, hogyha bejutunk a második körbe. Igen, megint az én szar stadionom. Nem változtattam meg, igen, úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a lootot, egy pont. Igen, múltkor ezért károgtam, hogy ki játszik ilyen szar stadionban, aztán állítom én vagyok azzal, és megint én vagyok. Mert lusta voltam megváltoztatni, meg kedvem se volt, úgyhogy ennyi.
Messi jó volt az a középpályás posztba. Ó, csak amúgy védekezni kéne, de nem szeretnék gólt kapni. Az ellenfélnek elég vad csatársora van. Ez úgy nem jó. Még nekünk is jó a védelmünk teljesen. Teljesen szép szerelés volt. Kemény mes lesz, hát reméljük. Jó, nem tudunk elmenni. A csatárunk nem valami erős, de ugye szélről, meg középpályára mindenhonnan tudjuk erősíteni a támadásainkat. Lefordulunk, Castro, mennyire? Basztus, ott a szélen! Gyönyörű, Ronaldinho! Longshot? Jó, hát az úgy lecsúszott neki. Pont mindig segít, köszönöm szépen! Meccs után megváltoztam a stadiont, jön a Steam kulcs és minden. Annyi. Ronaldinho. Hoppá is! Jó, hát ez sose jött be nekem be a játékba. Nyilván szép, meg jól néz ki, de amúgy annyi. Nem volt az kint, Spori? Nem volt kint amúgy. Egy góllal fog valaki nyerni. Eddig Andor, köszönöm szépen a feledkozást. Hát ez csak a szerencsém múlott tényleg. És akkor nézzük a meccset. Les. Ronaldinho. Miért mondok mindig Ronaldinho-t? Ez milyen fasz beidegződés már? Érted? Ronaldo. Amúgy pont a Ronaldinho rovas megy cikket. Majd nem most, már egy pár hete. Azóta nem nagyon voltam már milyen ilyen Ronaldóval, vagy nem tudom milyen kapcsolatban. Nézzük a támadást. Hát szétszették szegény srácot. Nagyon jó megy ott a Ronaldo. Ronaldo berúgta, így van, hát. Hát keveltem a Ronaldinhoval, azt megsértődött. Hát itt az egy gól, nem tudom ki írta. Egy góra fog valaki nyerni. Úgyhogy meg is van az ellenfélnek, de reméljük még itt tudunk fordítani. Ha meg akkor kezdünk egy gyújt, azt annyi. Na, tényleg ne a csatát nézzük, vagy valami, mert fölösleges. Mármint most ilyen szempontból. Játékra koncentráljunk. Jó, ki szélre. Nem tudtunk jól odafordulni. Megvan még mindig, nem visszaputtan az ellenfélhez. Rúg már el, jó. Ronaldónak, jó, tehát tanuljuk meg. Ramos leszerelte? Ja. Nem tudtuk visszapasszolni. Marcelo szépen lép közbe. Aj, Ronaldo! Két góllal fog valaki nyerni, reméljük. Azok mi leszünk. Köszönöm szépen a feliratkozást. Nem tudtuk jól átvenni a labdát. Ronaldo! Ronaldo nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes Ronaldo. Castro! Basszus, fedd már át, léci! Hát ez nem volt a legjobb. Miért nézek ilyen szempontból össze-vissza? Jaj! Táblagépet el kell fedni. Amúgy, tehát hogy kaphatunk volna vagy 50 gólt, érted? Vagy 50 gólt kaphatunk volna. Ideje magat összeszedni, csak ez a Castro srác, mondjuk ne veleg Pardubason.
Balanced, az kész. Labdát tartsuk meg, mert amúgy ritka. Na jó, most szépen egy támadás. Az szabálytalan volt. Jó, ezt szépen basszogatik, nem kell hagyni a labdát. Ennyi a taktika. Tehát, hogy meg kell oldani szépen. Erős nyilván. Ja, hát ez... Milyen passzolom be? Hát ilyet nem mondja, hogy a legjobb fifás, tehát azért van önkritikám bőven, úgyhogy... Nem kell túlozni. Játszunk, aztán kész. Leszerelt. Hát de jó, hogy lefújta, basszus, de jó, hogy lefújta. Na, valami cserét be kéne iktatni. Mondjuk, én azt mondom, hogy tényleg az a Ronaldo kell, de nekünk strikerbe. A Castro lejön, mert egy nem volt a legjobb, nem mondok rá jelzőt. Sherry bejön meg ide. Így. Annyi. Na akkor. Possession menjen akkor. Há, igen, ez nem a legjobb. Aj, nem tudtuk odaadni Ronaldónak. Ott van most Roni, az jobb pozíció neki nyilván. Pastore. Úgy, de kiáltottak minket, és 2-0, basszus. Nem akar ez működni nekünk nagyon. Teljesen elúszott a védelem. Ilyen passzokkal igazából nagyon fog menni. Jó, vissza. Vissza. Ronaldo? De miért? Ez nem volt azért szabálytalan? Felipe Luis, gyere. Menni kell a gólért, meg az eredményért is. Kéz volt, vagy valami. Köszönöm szépen, Andrew. Hát, szabálytalan volt, ja. Srácok, legyen meg a 100 like, tényleg. Itt vagyunk 99-en, köszönöm szépen. Aki még nem lájkolta volna a videót, az nyomjon egy lájkot, illetve iratkozzon fel. Illetve a meccs után lesz egy, hát legyen 2 stream coach sorsolás. Az jó. Nem akar ez vissza, jó? Nem adjuk fel a támadás lehetőségét. Ájjajjaj, nagyon ez elúszott neki. Picak lett volna cél nyilván. Igen, most húnánk egy gólt, minden fasza lenne. Neymar, az jó neki. Toljuk meg. Beadjuk, nincs benne senki. Ultra attacking.
És kiviszi. Le kéne szerelni. Jaj, ide elment ott. Mindegy, Marcelo még bent van. Lemezben senki. Jó. Szöglet. Szia, miről maradtam, de első meccset valószínűleg elveszítjük. Hát, jó, nem mondok még egyet, 65. perc, bármi lehet. 18-as kóltalat, valószínűleg PC-ja. Egyszerűbb. Meg olyan szempontból olcsóbb is. Hogyha poén vásárlás, vagy bármi. Bassza meg, de miért emeled meg? Ott futott. Gyere, gyere, Roni! Jó, kivédte. Na nézzük. Bemenne, jó lenne, és be, jó, egész jó, még mindig ott van. Ajaj. Ne! Hát srácok, feltettük mindent egy lapra. Az első kör az elment, jó, vegyük azt, hogy csak egy bemelegítés volt. Másodikban srácok, végigmegyünk, így kell hozzáállni. Itt még az egy becsület gólt rúgjunk, és akkor minden oké lesz. Xbox One joystickon van. Faszam úgy. Hú, de szar labda. Skori. Látok, hogy minden ilyen PC specifikációt megtaláltok a videó leírásába. Igen, mert nyomtam a szerelést, és akkor passzolja. Mondta az X-et ugye, és akkor elrúgja. Belállunk, jó lesz az. Neki a szöglete, el tudunk menni talán mi is belőle? Nem, basszus, és még vissza is pattan hozzá. Jó. Na, menjen fel az all-out a fatak, az kész. Na nézzük tényleg, srácok, 3-1-re szépen elmegyünk. Have lost their will to support, I think. Haven't they just? You could hear a pin drop here. One or two heading for the exits. They're not impressed. Nem. Nem volt. Ez igazán nagyon nem volt. Vissza kellett volna passzolni, vagy nem tudom. Marcelo. Hol a labda? De miért? Hol a Ronaldo? Hát ezt... Hát srácok, igen. Ez nem volt az igazi. Az ellenfél Ronaldo teljesen megeszi a csapatunkat. Teljesen. A kövibe. Enni fog tényleg, srácok, érzem. Nem, tehát ez nem az igazi. Hát, hogyha ez bemegy, hát ezt amúgy már, tehát ezt nem vettem észre, hogy a kapusom mit csinált. Na jó, srácok, akkor gyorsan köszönöm szépen, hogy itt vagytok 100-an. Ezt a meccset elfelejtjük. Nagyon nem volt a legjobb, meg úgy sehogy se. Váltunk stadion, mindent. Megnyomok nektek egy-két Steam kulcsot. Mit kapunk vajon? Úristen, Draft Token, Premium Loan. Hát vajon mi fog jönni itt, úristen? Na, azért mondom, nézzük meg csak a dolgot. Updating Store katalóg. Jó lesz az.
Addig nyomom nektek a Steam kulcsot. Második meccs, tényleg szurkoljatok, jónak kell lennie. Nyomok most egyet. Szóval... 3. Tessék, az adás végén fogok nyomni még egyet. Köszönöm szépen, itt vagytok. Oké, okay, na hát akkor csodás csomagjaink. Hoppá. Letesszük, hát ha segít. Bár béne segítene. Jó, meg is van 15 000 coin. Nézzük ezt, és utána jön. Négy kapura lő, és nem tudom, ja. Nem figyeltem, jó ritka volt. Elfétleg jól játszott, úgyhogy... Ja. Na nézzük, köszönöm szépen Máté Stúdia a feliratkozást. So far, köszi a kulcsod, na hát örülök neki. Mi volt? Dungatris, nem tudom mi az nagyon. Igazán nincs mit. És akkor... Nézzük stadionokat. Ott az mit jelent, hogy ott ilyen zöld? Hogy ilyen árnyékos, vagy fogalmam sincs. Jó lesz ez, én szeretem ezt a stadion tényleg, a Dortmund stadionját. Mindent változtatunk. A hattyú legyen velünk. Sziasztok, srácok! Jó, nézd ki, várja! Na, srácok, akkor! Bundesliga csapatunk. Good luck. Egyértelmű. Fasza. Jaja. Signal Iduna Parkot lett beletállítva. Megvárom. Roni vagy Leva? Roni vagy Leva? Amúgy bocsirágozok, csak nem tudom, ez én hülye szokásom. Egyre többet. Roni vagy Leva? Szerintem Leva. Szerintem Leva. Igen, mondtam, hogy ezzel ezt az akkont úgy vettem, hogy volt rajta sok coin. De ezt mindig elmondom. Igen, ezzel, gondolom ezzel az akkonton valószínűleg csaltak, és úgy volt rajta, mit tudom, 2 millió coin, ahogy vettem. Úgyhogy ennyi. Most... De ezt az előző live-ba kitárgyaltuk. Na, mindegy, most nem ez a kérdés. Leva, Roni, Messi-t írjátok. Messi, Messi lesz, Messi-t akarjátok. Messi lesz, mert akkor ugye megint egy BBVA csapat lesz, ugye nyilván. A Mertens az iszonyat jó.
Nézzük meg, hát kapunk oda insignyét. Mekkora király lenne. Ott van. De hát... Nem már többet ér azért. Na nézzük! Tony Cruz, nagyon szeretem a játékát. Jó, akkor a Mertens az ott majd ilyen csatárcsere lesz. Isco, hoppá. De Bruyne. Nem, kell nekünk oda Koke. Ez nagyon király le idáig. Alves. Kell a rating miatt, miért ne? Godin, így van. Fertongel. Nem nyugodik el a Filippel, úgy tökéletes a nekünk. Na nézzük. Diego Alves marad. David Luiz. És akkor az úgy egész jó. Ja. Az úgy jó. Mulucsi megint itt van. Remontolja a tartalékba. Mutinho. Kéne egy-két egy jó csatár, egy Suárez beadhatatlan, tehát úgy örülnék. Özil, basszus, hát az összhanggal lesz a gond, eskü. Nem, kellenek az ilyen játékosok. Ennyi. És ott, jó, mindegy, ez így nem az Aubameyang, a Ronaldo nyilván. Ez nagyon jó. És ott az inszénye is. Hát ez... Lám. Mit kezdek? Már nem azé. Kéne egy jó játékos, vagy hát igazából úgy Link kéne. Iszonyat sok jó játékosunk van. Tehát 192 lazán. Nagyon kemény. Most okosnak kell lenni. Nézd, amilyen csatársorunk van. Amint meg cserepadunk, meg mindenünk. Igen, sok utána még mi lesz az egésszel. Hát ez bekerül ide. Nézzük menedzsert. Brazil. Brazil, hát az lesz. Jó, okosan, tehát itt sok lehetőség van még. És akkor utána kirasztott a másik német? Oké, értem, hogy Lamp Cruz.
özil. Hogy hogy? Most amúgy lehetne így is, de hát akkor meg az úgy szar. Montoya, RB, igen. Nincs védő, Montoya CB. Ja. Így is csak... Igen. Igen, most itt beindult a live-ozás. Viszont sajnálatos hír, hogy holnaptól péntekig nem lesz, de péntek este már lehet lesz, mert nem leszek itthon. Mondta, hogy ott marad. Hát kápáljátok tényleg. Mondta, hogy szép ok. És itt a... Mert hogyha mondjuk őt beteszem őket, akkor se jó amúgy. Érted? Ez így a leghasználhatóbb. Coke Cruz csere. Igen, igen, ennyi a max. Ennyi a max szerintem. RB. Várja. Meg... Aha, csak így már kicsi a ratingünk, érted? Abba a Cruz kell oda, abban nem engedek. Megosztottuk nem két maxos összhang, tényleg sajnálom, nem lett meg. Ennyi. Aha, most hova tűnt a 92-es Isco Koke? Tűnt a 92-es rating. Özil Kroos csere. Nem. Amúgy, ahogyha nem szólt össze, akkor inkább így csináljuk, az kész. Hova tűnt a ratingem? Már ez így az erősebb. Hova tűnt a 92-es rating? Cruz, Isco csere. Így, aha.
minden. Ja, így, aha, oké. Na, srácok, akkor ez az fullos csapatunk. Na, én már legyen csatár. Oké. Vágjunk bele, túl sokat szarakodtunk. Szevasz, csánó! Srácok, ha nyerünk, ha nem... Jó, nem. Tehát, hogyha vesztünk, akkor ez utolsó. Na, nem kezdünk bele, nincs is a coinom, úgyhogy... Úgyhogy ez lesz. Na nézzük. Hú. Hú. Hát ezzel nyerni kell, ti még nem látjátok azt, hogy milyen csapat ellen jövünk. Ok. Hajrá, magyarok! Mi nem indult senki. Ok. Igen, majd így kell. Ellenfelül meghalt? Nem. Ezt félséges csapattal karrier mód? Akár. Szeretnétek? De jó, tényleg nem, most minél jobban kell játszani. Arra figyelünk. A lúcot utána vissza tudom olvasni. Na jó, szóval ezt le kéne fogni, nem? Le kéne fogni, nem? Basszus, nem igaz, tényleg. Griezmann, de miért, tényleg? Nem. Srácok. Nem megy ez, tehát nem. Na jó. Jó lesz az. Előttem volna. Most csöndbe leszek, és koncentrálunk a meccsre. Most gyerek, harap a kutya. Hoppá, kapusú mit védett, basszus. Szép. Nem volt ez gól, hát nem kell ezt... Csá, Balázs! Mizu veled! Nézd az adást! Mióta? Örülök, hogy itt vagy. Na majd most, tessék Balázs, Ronaldóval itt a végén. Most kellett volna, hogy megjössz. Megjött, nem tudom mióta vagy itt, de üdvözöllek. Ne, az ott vége. A kapusunk nem tudom miből van.
Ja, bassza meg, azt hittem, hogy már vége van, mármint hogy a támadásnak, és hat lövése volt az ellenfélnek. Igazából mi úgy nagyon labdába se tudunk érni. Hát jó, srácok, ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen elátkozott nap. Be 3 perce. Ronaldo, Griezmann. De ellenfél most minket a pályáról teljes mértékben. Hát jó. Hát sokkal jobban játszik ez most, tehát az biztos. Sokkal jobban. Lesz volt. Szenzációs kirúgás. Három. Hát igazából én már azon gondolkodom, hogy lesz egyáltalán kapura lövésünk, tehát érted? Az jó. Szabálytalan, oké. Okay. Ne fogjuk passzolni. Megvárunk, mindenkit még felérkezik. Nem fogjuk rárúgni. Szépen be. Ott egy fejes mehet akár. Még ott a labda. 3-2-1. Nem. Ott van mindig. Valaki érkezzen. Az ellenfél kifejeli. Vissza. Ja, vissza passzoljuk. Ronaldo. A szép. Ennyi. Na. Nem kell ezt itt feladni az ellenfélni. Többet van labda. Nekünk is összehet egy gól. Ronaldo. 2-1. Nagyon cseles az ellenfél. Várjuk meg, srácok, azt mondom, így van. Na jó, ez iszonyat flagma lett volna, tehát azért nem állunk ilyen jól, hogy ilyeneket csináljunk, de szép támadás volt. Megvan az esélyünk. Igazából... Ne kell védekezni aztán annyi. Ajaj, vissza passzoljuk. Ott van érkezőn. Gyere, nem. 2-1. Haza, nehogy beérje. Azért mondom. Hát ezt nem kéne erőltetni az ilyet. Szép, haza a kapusnak, már rúgjad előre. Megvan az. Neymar. Megvan az, nincs. Nyugodni, nem szabad feladni, főleg így az ember, az ellenfél elveszíti a labdát. Nem. Jó, idekezik. Á, ott állt Tonik, vagy nem tudom ki van az ellenfélnek. Köszönöm a tippeket, nem tudom ki írja, anti-cheater, de most jelenleg... Bírjuk ezt a 2-1-es félidei végeredménnyel itt a dolgot, utána olvasgatok egy kettőjét. A fejelés az igaz. Védekedésre ne válts a védőre, mert elfutsz mellette. Mindig egy olyannal fuss, aki a labdás mögött van. Oké, köszönöm szépen. Á, basszus. Good play, but they've lost the ball now, and the opposition could get at them.
Miért passzolom vissza, nem volt ott senki. Az jó. Na, menjünk Messi, jó? Hú, de szép lett volna. Oké, igen, jó felső, az jó. Az erős passz. Defending there, stopping that attack. Griezmann. Nice return pass. Ott nagyon indul. Ne, kapus! Ne, medd át! Basszus! Hát ez... Labda átvétel előtt lövőcsel és már át is vette és... Igen. Köszönöm szépen a tippeket, hát jó lenne, ha fel tudnánk még jönni itt akár. Nem. Nem volt ez a rossz lövés. Iszkó, na, volt most két veszélyes lövésünk. 3-2-re föl kéne hozni, és akkor tudunk fordítani. Köszönöm szépen a feliratkozást. Szöglet, nem? Annyit húzogott ez az izé, már ment az ellenfelünk. De nyilván hatásos, tehát nem azt mondom. Vissza. Igen, de a lövöcs lezsolog, ez jó. Koke. Nem a leggyorsabb. De azért tud futni. Passzolni kellett volna hamarabb. Nem volt. Azt mondja, rövidre lőjem. Nem volt ez rossz. Kapus, lehúzza. Ronaldo rajta volt. Kezdünk föltámadni úgy egy picit. Picit úgy kezdünk hozzászokni a dologhoz. De még mindig ugye kéne rúgnunk két gólt. Szabálytalan. Köszönöm szépen, Martin. Gyenes a feliratkozást. Igen, nézzük, milyen taktikával jön elő az ellenfelünk. Ügyes volt. Nem tudtuk átvenni. Mindegy, attackingra kell menni most már. Hát nem, így. Miért azt futok ilyenek, nem is kéne? Elvitte. Most ebből tudnak egy gólt rúgni. Tényleg, az fasza lenne.
nem lehet átarulni. Mira bíró, köszönöm a szubot. Hogy rúgta az fő, basszus? Négy egy. Oh, kapusunk, ez rohadt jó. Tényleg, nagyon durván véd. Igen, sokkal több szuglata volt az ellenfélnek. Kapusunk, basszus. Nagyon durván. Véd. Jó. De felszabadult az egész. Lesz, és amúgy gól. Ok. Azt hittem, kijön a kapus. Na, egy 3-2-re azt utána még hát nyomunk egy sima meccset. Sőt, valószínű. Na, 4 perc általában nem lesz már gól szerintem, max az ellenfélnek. Na és akkor most egy kontra. Áje. Jó. Megvan az még, Ronaldo. És srácok, hát nem sikerült megint. Hát ez már egy jobb meccs volt, tehát főleg a második fél idő. Köszönöm szépen, a tippek jól jöttek amúgy. Köszönöm szépen Anti-Cheater a helpet. Tényleg köszönöm szépen. Mi kell nekünk, be kell klémelni a dolgainkat. Claim your prize. Csodálatos. Na hát, olyan valami ezekből a csodás csomagokból. Premium server szar. Ó, gyertek! Jöjjön, aminek jönnie kell. Szar. Szintén ez is. Na srácok, egy meccset én még úgy érzem nyomni fogunk. Egy ilyen sima online single meccset, nézzük meg. Ugye ez a Bundesliga csapatom. Nyomjuk meg velük aztán. Látszik ez a... Ja, mi nyomok egy ezért nektek egy Steam kulcsot. Tényleg, ezt elfelejtettem. Akkor még egy meccset nyomunk, az már nem full draft, hanem egy simát. Oka, na nézzük. Jó squad, izé fitness mehet. Nem tudom, mi volt ez, írjátok be a chatbe. Személy száma. Ja. Steambe nyomjátok be. Hát ezt azért meg kell verni. Ez valami projekt, vagy valami izé? Projekt pontosan. Első körbe kiesni? Hát igen, sajnos előfordul. Tényleg, ezt először is kifejtettem az előző élőadásba. Hogy
tényleg az nézzen, aki szereti, amit csinálok, vagy nem tudom. Mert így most engem aztán nem zavar, én tényleg itt azért vagyok, hogy amit azért live-olok, hogy tényleg, hogy akinek tetszik, az élvezze. Én szeretek live-olni, szeretek nektek tartalmat gyártani, akinek ez nem tetszik, vagy mit tudom én, nincs megelégedve a játék tudásommal, az meg ne nézze, vagy nem tudom. Ez bement, úgy tűnt. Amúgy igen, azokat el fogom adni, mert nagyon drágába mennek. Most sokba. A squad fitnessek. Úgyhogy azokat el fogom adni. Na, viszont ezt meg kell verni most már. Ezt a csapatot. Ó, ne így állj hozzá, tehát azt mondtam a foodraftok előtt is, hogy meg kell verni. Vagy meg kell nyerni, vagy mit tudom én. Hát szépen játszunk, aztán lesz, ami lesz. Akkor nem szeretnék most gólt kapni. Egyszer volt. Ki ez a nagy tankot, basszus? Mekkora már. Igen. És akkor srácok, ez utolsó mérkőzés. Hol a széle. Lácsikoszki, gyere, nagyon gyors. Jó, hát azért az ellenfél védősor nem a legerősebb nyilván. Lemaradt lóra Hernández. Tizenhárom perc 0-0 az állás. Hát azért azt úgy meg lett küldve. De van moderált, hogy a Lili, látom, már kitiltotta a Benedek Csefafalvi, vagy mi? Honnan jöttél? Tiago megküldte. Lesz volt, nem? Ja. Köszönöm szépen, meg lett a 100 like. Eléri? Nem hiszem. Bürki kirúgása. Micsoda a kapás bomba. Köszönöm szépen, Bence Radics, a feliratkozást. Hoppá, na jó, nem jók ezek, hogy mindig kitisztázzuk, mert úgyis az ellenfél lesz ilyenkor a labda. És akkor most szépen egy támadást csináljunk. Nem oda akartam, de akár sűr le. Sarok, nem oda akartam, vissza kellett passzolni. Jó lett az volna. Kurzava. Azt a mindenit. Ezért nem kap pirosat, akkor semmiért. Sárga. Azt a mindenit. Hát ez hogy jött? Már nem azért. Nem csúszok be vele még egyszer. Ne! Jó, hát igen, az ellenfél berúgja. Leszarom a nézőimet, hát megmondtam, miért nem volt videó, és meg is mondtam, mikortól lesz, és ezért be is lett tartva. Hát erre nem számítottam, megmondom az őszintét. Na jó. Ezt mit tudunk tenni. Ne fújj vissza. Onto the attack now.
Jó, kirúg az ellenfél, ebből lesz a gólunk, vagy nem? Nem volt az igazi. Hogy pattam vissza könnyé? Tehát, hogy... Rúgjuk előre. Jaj. Az, hogy nem volt les. Hernández, tényleg, áldjon meg a jó Isten. Azt hittem jobban kijön. Ahogy vannak helyzeteink. Hát ezt nem értettem, mert nagyon... Nagyon favágó módon játszunk. Ja. És le is sérült. Ja, tőlünk sérült le. Igen. Szóval... Valami formáció kell nekünk. Ja, ez. Így. De úgy csak rendes cserém. Turán bejön oda. Ja. Elég átterveszik a csapatot. Ilyen becsúszásokat nyomok, azt a mindegy. Nem, hát ne legyek büszke, hanem azt, hogy inkább kéne egy gólt rúgnom. Na jó. Körülbelül kiegyenlített a mérkőzés, és akkor azt mondom, ez is szarom nagyon. Már nem azért, át... Ó, ez aztán... Akkor az innen... Mi nem tudok itt tízét váltani? Há, mindegy... Gyere. Jó. Nem tudtuk átvinni. Rúgjuk fel, jó? Luis Gustavo. De ne, ott fent elől valaki, és neki szerettem volna bepasszolni. Jó, köszönjük szépen, végre. Te vagy a kedvenc videósom, Daniel csak írja.
Ugye meg a 30k, hát srácok rajtatok múlik, meg hát ők is rajtam is, nem ez hülyeség, rajtatok múlik. Mert nekem kell videókat csinálnom, és akkor ugye ez egyenesen arányosan növekszik. Szóval ennyi. Mindegy, ez a gól meg kellett amúgy. De ilyenkor mindig kapok egy... Tehát bassza meg, érted? Elkezdek figyelni a chatre, tényleg? Nem szoktam káromkodni az adásba, nem is szeretek, de... Amikor elkezdem bámulni a chatet, mondom úgyse fog gólt kapni, egy-egy fassa, és akkor erre kapok egy gólt, tehát... Miért nézem én a chatet tényleg? Mármint, hogy oké, nézem csak, ne adásod, már ne meccs alatt. Jó, sárga. Még hogyha ezt sem, akkor nyilván. Na jó. Léci. És, ja. De ezt nem. Jó, srácok. Na jó. Nem, tényleg ez a csapat ez. Oké, futam megvernek, de ez a csapat, ez egy jó, enyém se valami szuper. Csak egy ezüst játékosok is alkotják az ellenfél csapatát. Három, egy, 69. perc. Ne fújj vissza. Jó. Miért? És felrúgja, és nagyon jó ott van. Vici. Könnyi! Tehát jó, nem csak játszok favágó módon. Jó, oké, na, itt az esélyünk, neki is egy piros. És Castro. Ne, könnyű, ne menjen be, mert nem, még itt szeretnék küzdeni. Jó, oké. Oké. Mondom. És magasan kellett volna. Turán. Jó, na hát ez a másik, amit nem tudok lőni ebbe a szarba. Jó, na, azért mondom, már izgultam, hogy ezt be kéne, le kell rúgni. Oké. Vagy már ez itt az a Viking itt végigmenjen. On you when you're playing in front of a big crowd, your own fans, and
Jó, 82. perc, miért ne? Nem nézünk csetet. Lesen volt a majom. Kösz. Ez szabályos volt? Tényleg? Tényleg? Tehát ez szabályos volt? Ez szabályos volt, tényleg? Jó, menjünk már tényleg srácok, előre mindenki. Oda kiszére, passzolj már, nem. A lövőcsel lett volna, csak ezt nem csinált meg, amit szerettem volna. Passzos, ez így, én csak... Most, itt még jó lesz ez. És ilyenkor lefújja, érted? Lefújja, amikor támadok. Jaj, srácok. Ja. Pedig ez nagy küzdelem volt tényleg. Na mindegy, srácok. És így szerintem némi fejlődés azért volt, főleg az előző élőadáshoz képest. A játékban jó lesz ez. Vissza kell szokni a játékhoz, meg minden. Köszönöm szépen amúgy anti-cheaternek a tippeket, nagyon hasznosak voltak. Igaz, most is sikerült győzni, de jó, igazából jó úton haladunk szerintem. Ez a meccs már úgy sem egész korrekt volt, igaz, hogy az ellenfélnek amúgy miért nem oda nézek, tehát fura, mert akkor nem ott van. Szóval igaz, hogy nem sikerült nyerni, de azért már itt is jó volt a játék, meg úgy tűrhető. Szia Kexi, emlékszek rád? Igen, emlékszek rád. Legyen még egy meccs, vagy mit szóltok? Szerintek ott már nyerni fogunk, vagy próbáljuk meg még egy ilyen random meccset, mit szóltok igazából? Megpróbáljuk? Van a kedvetek még egy meccset nyomni? Addig itt én adom a fitnesseket. Nem. Most amúgy én belőtt, vagy jó, nem tudom, így. Játszhatnánk még egyszer, gondoljátok, vagy nem tudom. Mi kell nekem? Fitness, ja. Miért mennek ezek ilyen sokért? Ezeket eladjuk, basszus. Nyissunk packet. Ezeket gyorsan adunk, hogy tudom, hogy 10-et. Nagyon sok ilyenünk van. Manchester United karriermód kéne. Igen, mondjuk az PS-en nyomtam. Nem Ák Kristóf, szia. Tamán Sziász, szia. Eladunk egy párját, mert ebből jó kis pénz fog bejönni. Sziasztok srácok, üdvözlöm azokat, akik most jöttek. Felét eladjuk, ja, addig itt írjatok, mi a helyzet. Felét eladjuk.
draft. Nem, nem lesz draft, nem lesz draft, az, az majd külön lesz megint. Nagyon sok ilyenünk van. Ezeket el kell adni. Tudom, egy 100k-t ezt tudnánk szerintem már fasza lenne ezekből. Csörtökön, hát megpróbálom nézni, de nem az lesz az első csörtökön. Jó, 60-ig lemegyünk, aztán annyi. Lehet rájuk licitálni. Ok. Na. Ez fasza. Milyen SBC van kint amúgy? Lakazett. Ilyen átigazolt játékosok, aha. Mi kell ez? Sziasztok! Team of the Week plusz Food Champion Reward Player. Ja, hát köszönjük, olyanunk nincs. Egy ilyet teszünk bele, az kész. Nagyon sok ilyenünk van. Közel lehet untradeable-ekből is, csak kinyögöm. Szerintem igen, akkor tegyük be őket, igazából nem nagyon használom őket. Ugye itt 50-es összhangnak kell lennie. Annyit azért meg tudunk csinálni. Ezek jöjjenek elsősorban. Megcsinunk egy ilyet, vagy akár kettőt is. Teszünk ide egy pár játékost. Hogy amúgynak itt pozícióba. Gyertek be azért ide. CB, Savic. Jó. Mi kell nekünk még? Jó, hát akkor valami névészagot csináljunk például. Várjál. Már is jobb. Tökéletes. Na nézzük, srácok. Ilyet, hátha. Hátha, ki tudja. Vajon mi lesz? Vajon... Snyder, egész jó. Mindjárt megnézzük komolyabban ezt a Totti SBC-t. Már csak így a Food Champion-től megriadtam. Mi kell nekünk ide, de gondolom, hát így is rohadt jó játékosok. Team of the Season player is kell, ha... Nincs. Sajnálom. Mi történt? Ja, piros.
Herman oda. Jó, nem. Jó lesz nekünk oda ő. Ja, legyete. Dirk Meyer. Sziasztok, srácok! Azt mondom, miért ne? Nyomjunk egy meccset. Jaj, ja, basszus, most ott van cserébe. Utolsó meccs, srácok, tényleg. Nyomjuk akkor. Chelsea teszt. Nézzük meg ezt. Mezet. Aha. Jó kis teszt csapat. Tényleg. Fasza. Hát ez jó. Hát akkor park the bus, és akkor valamit úgy alkossunk, jó? Köszönöm. Counter attackba mehet a dolog. Hát nem szar csapat van az ellenfélnek. Tényleg úgy, azért nem elég, elég jó. Attacking power and shots on here. I don't think he was quite sure where the goal was as he took the shot on. Have a look at this pairing, Alan. Javier Hernandez against Kevin De Bruyne. Azért nem lehet összehasonlítani szerintem azt a 95-ös kártyát. He's perfected it on the training ground and he uses it to great effect on a match day. As for Kevin De Bruyne, he's one of those players where... Hey, nem volt a szabálytalanság? Az egy dolog. Jaj, srácok! Hát lehet ebbe károt belevágni. Mindegy, ha nagyon-nagyon vészes a szitok, akkor lépünk az első fél idő után. Amúgy úgy is mennem kell nagyjából, úgyhogy nem volt betervezve. De így megteszünk mindent tényleg, tehát hogy nem lehet erre panasz, majd koncentráljunk a mérkőzésre. Kávé most jól jönne. Jó, nem volt jó beadás. Javier Hernandez. Thiago. How dangerous is this Alan for the away team? Playing offside now. Well, it's something that they have done this season and they've done it with a bit of success at times. Marcos Alonso. Well, this attack has got a bit of menace to it. Change his feet. Andre Schürrle. Nézzük meg, ó. Diego Costa. Good forward play from them. Got his shot off now. Javier Hernandez. Indulj meg, hogyha úgy visszanéztél, meg úgy vártad a labdát. Nem nagyon szeretett volna. Gyere. Ó, ez a parkdobász, ez nagy fasság amúgy, tehát így esélyünk sincsen. És így volt kaptunk, úgyhogy balanszod, aztán high pressure, az kész. Cleanly.
Lalana. Jó. Well defended, not just getting across, he thought quickly as well. Castro. Na, azért fújna vissza. No wasting of time in that situation. Trying to stretch the opposition using the wider areas. Jó, ellenfélre ment ki. Into the attacking third. Short passes, but they're keeping the ball. They've linked up well. Hernandez! Nem volt ez a rossz lövés. De ugye a legjobb vid is, köszönöm szépen a lúcot. Meg kell túlozni. Hát ez nem jó ilyenkor, tehát a középpályán meg kell fogni, amúgy meg elmegy. Ja, ott nincs elős senki már. Szia Mark Mizu, pont a végre jöttél. Srácok, még lesz egy Steam kulcs sorsolás a végén. Tudod, mikor lesz vége. Úgyhogy nem menjetek el. Még érdemes megvárni. Nagyon gyors. Miért pattan át tőle? De Bruyne. Walker. Az hogy? Tényleg. Ez hogy? Tehát mit csinált ott a védőnk? Úgy elment megölelni? Vagy úgy, nem tudom mit látott. Ez a Hazard, ez beteg. Az jó. Sűr lelövése. Az ellenfél sokkal jobb. Vissza kell hozni, hát ilyen játék nem nagyon fog menni. Na mindegy, örülök, hogy bíztok bennem. Ja, ez ilyen jó. Against Kevin De Bruyne for that challenge. A moment now to have another look at Hazard's goal. Na hát igen. A live az fontosabb, mint a meló. Diego Costa. This is how they love to play on the break. Well, they've been thwarted here. That's a sign of better things to come. Gyere, nézzük. Basszus, miért nem futsz? Most passzoljuk át. Indult, törjük át a védelmet, nem? Basszus. Jó, stadionból ki. Ez csak ilyen sima single match.
Tékozta lesérült Ennióban. Nem lőttem még ennek soha. De basszus, miért ne futsz? Lesérült Tékozta. Behajon Dufo. Meg a Vella. Meg ide meg Kanté. Na, ennyi. Good piece of anticipation. Home team ready to make a change. Trying to switch on the attacking power in this situation. In front and still on the front. Még simán nyerhetsz. Úgy legyen. Az elfél mondjuk kacol jobban játszik. Hát igazából a PSS FIFA azért nem mondtam végig, mert mi támadás volt, ezt figyelni kellett. Igazából megmarad egy haverokkal, barátnővel, vagy nem tudom játszani, az úgy faszán viszont ott itt tévén. De videódni szerintem gépről fogok. Egyszerűbb is. Kéne lennem még az egy felvőkártyát, faszát. Mert az mostanában nem tudok 60 FPS-be streamelni se, videózni se. Szóval igen, ez egy faszább azért. Nézzük, mit tudunk csinálni a meccsen. Iszonyat gyors, tehát annyira gyors az ellenfél csapata. Tifo. A Vienk, jó. Nem kezd már visszapasztani, fogalmam sem volt, hogy ott az bele fog érni, csak nyomtam, hogy elvegyem a labdát, ugye az X-et, meg mi ez ad. Ja, amikor nem nincs lesz. Hát srácok, ez a meccs az elment. Nagyon. Köszönöm szépen a feliratkozás Lórend. Még van hova feljönni bőven. Hát ez bemegy, akkor az úgy jó. Nemrég megnéztem az első FIFA 16 részt, és a tudom is nagyon jó volt, már örülök, hogy tetszett. Azért az jó rég volt már. Várjál, mi volt? Nem, FIFA 15-öt nyomtam. Igen. FIFA 16 az már fasza volt. FIFA 15-öt még nagyon gagyi minőségben nyomtam. De akkor kezdett, hogy felépüljön a csatorna. FIFA 16 már fasza volt. Á, srácok, ez egy 4-es. Lesz még karrier mód. Hát... nem hiszem, hogy most belekezdek egy új bárkám, az úgy mindig unalmas. Megmondom az őszintét, ez a Hazard, ez egy vadállat. Mester 3-asra, hát igen. Christian Eriksen.
Na nézzük a támadást, igazából még egy helyzetet úgy ki kéne használni, és akkor egy 4-1, na jó, lehetőleg is volt egy távoli bombája. Szóval nem mondom azt, hogy mi lett volna, hogyha miénkbe megy, mert neki is volt egy... Úristen! Úristen! Nem lépek most már ki, de ez így már nagyon megalázó. Azt a mindenit! Hát az is mellé ugrik. Hát igen, az ellenfélnek azért klasszis, sokkal jobb csapata van. Három perc a ráadás. Hát azt beviszem, akkor tényleg akkor az úgy. Na jó, köszönjük szépen a mai meccseket. Hát Laurent, most már ez így egy hatos. Igen. Igen. Annyi volt srácok. Viszont akkor gyorsan át is térünk erre a kijelzőre. Így van, nyomok még nektek egy stream kulcsot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az élőadást. Lesz ez még jobb is. Igen, egy jó kis draftot volna megnyerni. Már úgy, hogy nem tudom. Gyorsan akkor be is zárom a FIFA-t. Nem hiszem, hogy lesz... Vagy mit akarok mondani? Szóval nem hiszem, hogy lesz ma még élőadás. Talán még egy PlayerUnknown Battleground Marcival. Mi van Lili, mi a helyzet? Köszi, hogy végig itt moderátorkodtál. Ez meg volt már... Igen, ez kell nekünk. Ez kell nekünk, így van. És akkor srácok, megy is a kulcs. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És akkor, szóval lehet ma még lesz egy PlayerUnknown Battleground Live. Meglátjuk majd, úgyhogy iratkozzok föl, hogy elsőnek értesüljetek az élő adásról. Köszönöm szépen, hogy itt voltok még egyszer. És igen, hajrá Fradi. És jön az outro. Sziasztok!